Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Egy légiós kivételével teljesen Nyíregyháza Blue játékos kerete. Három érmet nyertek a megyebeli hálóőrök a szegedi kapus háborúban. Több mint 70-en vettek részt a kézilabda szakmai napon. Érmekben gazdag tanévhez zártak a megyediás sportolói. Három régi új játékossal kezdi a felkészülést a Nyíregyházi Teke Klub. Egy később érkező légiós kivételével teljes a Nyíregyháza Búsász játékos kerete. A lejáró szerződési kosarasok közül Búcs Iván, Czura Attila és Olá Zoltán hosszabbított. Fazekas Seba távozott, de érkezett a saját nevelési Zinger Zoltán. Talán egy picit meglepő az, hogy ilyenkor már kialakul a keretünk, de igazából ez azért alakulhatott így, mert a tavalyi keretet együtt tudjuk tartani, és az is volt a fő célunk, hogy ha már tavaly elindultunk egy úton, akkor azok a játékosok nagy részt itt maradjanak, akik ebben részt vettek, és nagyon örülünk annak, hogy ehhez a kerethez olyan játékos tud csatlakozni, aki Nyíregyházán lett valamikor U18-as bajnok, majd elment A csoportba, és most visszatér hozzánk. Bízom benne, hogy jól fogja itt érezni magát, ugye Zinger Zoltánról van szó, aki az Zalaegerszegben töltötte az előző bajnokságot. Remélem, hogy jól fogja itt érezni magát, és fogja tudni segíteni a játékával a csapatunkat ahhoz, hogy elérjük azokat az eredményeket, amiket mi kitűzünk magunk elé. Talán még korai kitűzni a célt, egyrészt ugye nem nagyon lehet tudni, hogyan erősítenek az ellenfelek, de mégis a tavalyi szezon után mi jelenten erről a lépést? Igen, valóban nehéz ilyenkor azt mondani, hogy hol szeretnénk végezni, de mindenféleképpen szeretnénk a legjobb négy közé kerülni, aztán a legjobb négy között majd meglátjuk, hogy mit tudunk elérni. Ugye valóban egy picit nagy felelősség talán ilyenkor ezt még kijelenteni, de az elmúlt év tapasztalatából kiindulva úgy érezzük, hogy azért a tavalyi keretünk sem volt igazából olyan, amelyik gyengének mondható, és úgy gondolom, hogy Zoli érkezésével pedig még jobban megerősödünk. Ismerős közegbe, ismerős társak közé mondhatni, ha érkeztél, hogy látod jó néhány év élvonalbeli rutinna felvételzel, mit el tudsz majd segíteni ennek a csapatnak a következő szezonban? Nagyon remélem elsősorban, hogy a korábbi évek tapasztalatait valamilyen szinten fel fogom tudni használni, és örülök annak, hogy nagyobb lehetőséget kaphatok itt a B csoportban, mint korábban, és igazából majd a szezon közben fog ez kiderülni, hogy mikkel tudok hozzájárulni a csapat sikeréhez, de remélem, hogy minél több mindennel a tudásomat fogom tudni itt kamatoztatni, és előrelépésre is lesz lehetőségem. Egyikre voltál a lejár szerződési játékosoknak, két évre ismét elkötelezted magad a csapat mellett, minek köszönhető ez a döntés? Ez a döntés számomra nagyon egyszerű volt, hisz jól éreztem magam mindig Nyíregyházán. Itt születtem, itt nevelkedtem, itt kezdtem el kosárlabdázni. A tanulás is ide köt, család, úgyhogy igazából egyszerű döntés volt ezek miatt. A tavalyi szezon tükrében milyen következő bajnokságra számít? Az, hogy erősebb lesz a bajnokság, viszont a csapat azért meglehetősen sokat fejlődött az elmúlt szezonban. Igen, fejlődtünk, hiszen nagyon fiatalok voltunk. Nagy Krisztián volt egyedül úgymond idősebb játékos a 32 évvel, utána már ilyen 24, 23 és 18 évesek. Nehéz volt ez a szezon nekünk, hisz felvenni a ritmus, mert nagyon sokan még nem játszottak felnőtt csapatba, csak utánpótlásba, hiába B csoportról beszélünk. Jövőre mindenféleképp jobb lesz, erősebbek leszünk, hiszen egy összeszokott csapatot fogunk alkotni. Az biztos, hogy erősödni fog a B csoport, de igazából neki kell esni keményen, aztán meglátjuk, mi lesz. Meglehetősen ritka a mai magyar kosárlabdában, hogy egy gyakorlatilag változatlan keret vág majd neki a következő bajnokságnak. Csapatkapitányként hogy értékeled az, hogy most már egy összeszokott társaság kezdi el a felkészülést? Úgy érzem, hogy ez lehet a jövőben a legnagyobb erősségünk, hogy nagyon összetartó a gárda, tényleg csapattársaként és barátokként sportolunk együtt. Úgy gondolom, hogy tényleg ritka ez, hogy ennyire együtt marad a meghatározó mag, illetve az emberek. Nagyon örülök ennek, hogy együtt leszünk,
hiszen nagyon jó emberekkel kosárlabdáztam együtt, és nagyon szeretem a csapattársaimat, illetve úgy gondolom, hogy a belépő embert Zoli is, és teljesen beleillik ebbe a képbe, és őt is nagy szeretettel ugye vártuk, és nagyon örülünk, hogy jön, hiszen barátunként tért haza. Az elmúlt szezonban látszott, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra fejlődött a társaság, még mindig nagyon fiatal a csapat. Mekkora potenciál van ebben a társaságban? Én úgy érzem, hogy a tavalyi szezonban elindultunk egy úton, ami egyelőre úgy tűnik, hogy soha nem fog véget érni. És tényleg pozitív az, hogy hónapról hónapra egyre többet tudott nyújtani a csapat. Én úgy gondolom, hogy ez a mag bármire képes lehet, úgyhogy a szurkolóink biztos fognak újat látni tőlünk a következő szezonban. A Nyíregyháza Blue Sharks július 15-én és 16-án edző továbbképzőt tart, majd azt követően a csapat fiataljai elkezdik a fakultatív munkát. A tényleges felkészülés július 31-én kezdődik. Egy légiós még szerződtetnek a cápák, a 2-3-as poszton bevethető kosarast később választja ki a szakmai stáb. Hatodik alkalommal rendezték meg Szegeden a kapusháború elnevezésű vetélkedést. A megyebeli hálóőrök egy arany, egy ezüst és egy bronzéremmel tértek haza Tisza partjáról. Ez már egy hatodik éve megrendezésre kerülő országos rendezvény, elég nagy méreteket öltött, idén már 155 jelentkező volt, több kategóriában neveznek a kapuvédők, női kategória, nyílt kategória, plusz 35-ös kategória és utánpótlás kategória. Így sikerült négyünknek nevezni a Bozsik Akadémiáról. Milyenek a szabályok és milyen eredményeket értetek el? Ez egy igazán intenzív és pörgős kapusjáték, ahol az sem állt, hogyha a kapus lábbal való játékban is otthon van, egymástól 22 méterre van két 7 méteres kapu, és az ötösről, képzeletbél ötösről, tehát 17 méterről kell egymásnak rugni. A cél az, hogy 5 gólt elérjen valamelyik kapuvédő, vagy pedig 5 percig tart a játék, hogyha ez alatt döntetlen, akkor nyilván jön a szétlövés és büntető, és hát csoportmérkőzések után egyenes kieséses szakasz, majd pedig 3-as döntő, vagy páros döntő. Így sikerült nekem harmadiknak lenni a plusz 35-ös kategóriába. Itt Szabó Attila, a Bozsik Akadémia másik kapusedzője második helyet szerezte meg, de amire még büszkébbek vagyunk, hogy a tanítványunk az akadémia egyik legsikeresebb, illetve legtehetségesebb kapusedzője, Talián László az utánpótlás kategóriát megnyerte, méghozzá nagyon magabiztos és meggyőző játékkal. Két igen rangos kapus edzői szakmai konferencián vette részt a közelmúltban, Spanyolországban és Lengyelországban. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál? Mind a két kapus konferencia megmutatta, hogy jó úton haladunk. Mind a kettőben volt felnőtt és utánpótlás kapusképzésről is szó. A madridi konferenciára a Feszkó Tamás által sikerült kijutnom, a Bzergi lengyelországi kapus konferenciára pedig I. és Dani szövetségi edző barátom jó voltából. Nagyon sok gyakorlati szakmai tapasztalatot sikerült magamba szívni, nagyon sok videóanyaggal gazdagodtam. Megláttam azt, hogy a világ elitje, Barcelona, Juventus, Real Madrid kapusedzői hogyan dolgoznak. Én azt gondolom, hogy feltételrendszerben vagyunk még lemaradva, viszont a szakmai dolgok azok közel hasonlóak. Mentalitásba kell egy kicsit változnunk, de én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Ugye néhány évtizeddel ezelőtt annyi dolga volt a kapusnak, hogy felvegye a hazadást, elvégezze a kirúgást, aztán lehetőség szerint fogja meg azt a labdát, vagy üsse ki, ami a kapura megy. Azonban az utóbbi időben nagyon megváltozott ez a poszt, meddig fejlődhet? 92 óta, amikor is bejött az, hogy a hazadást már nem lehet megfogni kézzel, vagy hát meg lehet, csak éppen szabálytalan a történet. Azóta a kapusposzt változott a legtöbbet, most már egy komplex, különálló szakág, úgymond a kapusszakág, ezért is van egyre több kapusedzőre szükség, illetve ezért is speciális ez a szakma. Én azt gondolom, hogy mind atletikusságban, mind pedig mentálisan az egyik legfelkészültebbnek kell lennie a kapusnak. Most már, amint látjuk a nemzetközi mércét, közel belső védő mezőnyjátékos magabiztosságával kell, hogy a kapus rendelkezzen. Ezt próbáljuk fejleszteni. Én azt gondolom, van még hová fejlődni. Biztos, hogy próbálnak majd nehezíteni a kapusjátéknak a minőségén, hogy minél több gól legyen, de hát látjuk, hogy az utóbbi évek tendenciája az, hogy egyre kevesebb gólátlaggal születnek
világbajnokságok, illetve Európa-bajnokságok, úgyhogy biztos várjuk még a nehezítést, de hát felkészültünk erre is. Nagyon régen abban az időben, amiről beszéltem, általában a legügyetlenebb gyerekeket állították be a kapuba, most milyen szempontok alapján választottok kapust? Ha nagyon profi szintre szeretnénk lemenni, akkor ugye kezdenénk egy antropometriai vizsgálattal, ami megmutatja már 9-10 éves korban, hogy körülbelül milyen magas és milyen izomszerkezettel rendelkező lesz a kapuvédő 19-21 éves korára. Nem mindig van meg ez a lehetőség. Most már idejét múlt ez a kiválasztási módszer, hogy a legügyetlenebb, meg a legpufibb kapust állítjuk be, vagy játékost állítjuk be. Nagyon fontos a bátorság, és nagyon fontos a labdaügyesség, tehát ez a kettő, amit legelső körben nézünk 9-10 évesen a kapusoknál. Aztán innentől kezdve pedig az akadémia kapusedzőire hárul a szerep, hogy felruházza őt azokkal a tulajdonságokkal, hogy a minél komplexebb kapus váljon belőle felnőtt korára. A Bozsik Akadémia vezető kapusedzője vagy, ezen kívül három korosztályi régió válogatott kapusaival is dolgozom, milyen feladataid vannak még a nyár hátra lévő részében, aztán gondolom következnek a bajnokságok, és ott is ez bőven tennivaló. Így a két kapusedző konferenciával, valamint ezzel a kapusháborúval, illetve a tehetségközpont régió válogatottjával elég sűrűn alakult az év vége. Emellett ugye az U15-ös csapat vezetőedzője is voltam, és az U14-el karöltve sikeresen bemaradtunk az első osztályba. Most még a jövő héten részt veszek egy EGRI kapustáborba, így és Dani barátomnak a szervezésében. Ez is már több évre visszamenőleg van megrendezve. Utána van egy rövid pihenés, és július 17-én kezdődik a felkészülés. Minden korosztály U10-től U19-ig vannak ugye kapusaink, úgyhogy három részlegre bontottuk a kapusképzést, ez külföldi mintára alapozva. Megduplázzuk a kapusedzéseknek a számát egy héten belül, tehát hetente legalább négy kapusedzésen vesznek részt a fiatalok, ezáltal várjuk azt, hogy minél előbb tudjunk beintegrálni a felnőtt csapatba is kapuvédőt, mert én úgy gondolom, hogy most utánpótlás szinten elég jól állunk kapuszinten. Több mint 70 sportvezető, edző, játékos és játékvezető vett részt a Megyei Kézilabda Szövetség által szervezett szakmai napon. Az érdeklődők a gyakorlati bemutatók megtekintése mellett több a sportággal kapcsolatos előadást is meghallgathattak. A mai napot hagyományőrzően már ugyanúgy építettük fel, mint az elmúlt években. Annyi különbséggel, hogy az elmúlt években egyébként a kézilabda szegmenseiről a játékvezetőkre helyeztük a hangsúlyt, de idén újra felvettük a kapcsolatot az edzőkkel, a szakmai más potentáltakkal, az egyesületekkel, és őket is meghívtuk erre a szakmai napra. A program egyébként úgy épül fel, hogy hagyományőrzően az alapfokú játék vizsgáttevő játékvezetők kezdik a napot, reggel 8 órakor levizsgáznak elméleti és videótesztből, utána pedig inga futás van, ezután van az ünnepélyes megnyitót, amit ma Baracsony Endre a megyei közgyűlés alelnöke, aki egyébként a megyei szövetség alelnöke nyitotta meg, utána előadásokat láthattunk, egyik meghívottunk Herceg Péter volt, egy nemzetközi játékvezető, másik pedig Dr. Sós Kálmán, az Országos Magyar Képződő Szövetség játékvezető albizottságának az elnöke. Mekkora az érdeklődés, elégedettek-e ezzel a létszámmal a megjelentek létszámával? Idén egyébként tényleg nagy volt az érdeklődés, több mint 70 olyan érdeklődő van, aki részt vett ezen az eseményen. Igazándiból szeretnénk ezeket a távolságokat csökkenteni a játékvezetők, az edzők és a játékosok között. Szeretnénk, hogy olyan sportbarátságok alakulnak ki a kézilabda sportágon belül, amelyek akár hosszú évtizedekkel is meg tudnak őriződni. A mai szakmai napon a játékvezetés is téma volt, ugye azt tudjuk nagyjából, hogy a kézilabda csapatok milyen helyet foglalnak el a nemzetközi mezőnyben, de milyen helyet foglalnak el a magyar játékvezetők. Jelen pillanatban a közép kategóriába tartozunk. Az azt jelenti, hogy a jelenlegi nemzetközi játékvezetőink az idősebb kategóriához tartoznak, átlag életkoruk 44,8 év, most ugyan két idősebb játékvezető visszavonult, ezzel egy kicsit fiatalodik, és egy párosunk, a Bíró Ádám és a Kis Olivér vizsgáztak elvizsgával, ez egy kicsit a korátlagot picit jobbá hozza. Ez azt jelenti, hogy vezetünk jó mérkőzéseket, de a magyar kézilabdázás hagyományaihoz, hírneveihez egy kicsit messzebb vagyunk. Ugye annak idején volt, amikor 30 nemzetközi játék világviszonylatban 30-ból 3 magyar kiválóság volt, az első 30-ban, most jelen pillanatban nincsen.
mivel lehet a fiatalok számára vonzóvá tenni ezt a pályát, hiszen sokan szükséges rossznak tartják a játékvezetőket, nem csak a kézlabdában, hanem minden sportágban. Ugye ma már rengeteg sportágnak a személyiség fejlesztésével és a tudat formálásával foglalkozunk. A látvány és versenysportágak, a többiek előttünk járnak bizonyos szituációkban. A mai előadás is arra vonatkozott, hogy lehet eladhatóvá tenni, szerethetővé tenni, milyen jellemvonásokkal, milyen karakterekkel, milyen személyiségjegyekkel kell ahhoz rendelkezni, hogy valakiből jó játékvezető legyen, milyen tulajdonságjegyeket kell magáévá tenni, és mit tehet a siker érdekében. Régebben ugye az volt, hogy akart, hogy játéktól, aktív játéktól visszavonult sportolók lettek sípot a szájukba, de most már talán más a tendencia. Teljesen más a tendencia. Ma már a világ úgy néz ki, hogy 15 éves korban már el kell kezdeni játékot vezetni. Ezt spanyol, francia, német mintára, északi mintára próbáljuk mi is. Rengeteg fiatal, tehetséges kis játékvezetőink vannak. Ennek a kifutási ideje úgy néz ki, hogy 20-21 éves koráig fel kell építeni, 21-23 éves korában el kell érnie azt a szintet, amiben bevethető legyen. 15-17-18 év, amikor nagyon intenzív játékvezetői tevékenységet kell folytatni, utána pedig egy levezető rendszert. Így két dolgot lehet elérni. Az egyrészt az, hogy tehetséges korosztályok nem vesznek el, mert ugye azzal a begyöpösödött vonal vezetéssel, ami volt, hogy beágyazódottság volt, és 30 évig nem lehetett kirobbantani senkit, így vesztek el korosztályok, vesztek el tehetségek. Ma már ebben a versenyhelyzetben generáljuk a versenyt, és a fiatalok előretörését segítjük. Mire jók ezek a rendezvények? Mi miatt szükséges, hogy most már negyedik alkalommal 4 évet tartják ezeket a szakmai napokat? Úgy gondolom, ha igényesen dolgozik egy edző, illetve a játékvezetők, akkor mindenképpen keresi az új utakat, lehetőségeket. És hát ez egyfajta lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy más hogyan dolgozik. Egyfajta továbbképzésnek is tekinthető ez. És hát őszintén a sportbaráti kapcsolatok ápolására is az edzők, játékvezetők között úgy gondolom nagyon fontos, tehát szakmailag is, és a kapcsolatok ápolására is. Nagyon örülök, hogy 4 éve minden évben megrendezi a Megyei Kézilabda Szövetség, és én támogatom is, mint az edző és utánpótlás bizottság vezetője, nagyon örültem, hogy erre idén is sor került. A Kölcsei DS csapata aktív részvevője ennek a rendezvénynek. Miket csináltak, csinálnak a lányok? Volt egy edzésbemutatónk, aztán most részt veszünk majd egy kapus edzésbemutatón is lányommal, egyik kapuslányommal, illetve a játékosai, mint lövő feladat ellátásában, és lesz majd egy bemutató mérkőzésünk is, egymás ellen játszunk majd 2 vegyes csapattal, ahol is a játékvezetői bizottság vezetője fogja megnézni a feltörekvő fiatal játékvezetőket, hogy hogyan fújják a mérkőzés, szakmai szempontból értékeli őket. 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a megye diáksportolói az elmúlt tanévben megrendezett országos döntőkben. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2 országos döntőt is rendezett ebben az évben. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megint egy nagyon eredményes tanévet sikerült zárnunk, mind érmek szempontjából, mind pedig tapasztalatok, illetve visszajelzések szempontjából is. Miért mondom ezt? Sikerült megrendeznünk olyan országos döntőket, amelyekre már nagyon régóta fájt a szívünk, de valahogy mindig hiányzott egy kicsi, hogy ezt megtegyük ebbe az évben, viszont lehetőségünk volt rá, és ezért külön is szeretném megköszönni a Magyar Diáksport Szövetségnek azt a bizalmat, amelyet felénk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület felé tanúsított. Két olyan országos döntőnek adhattunk helyszínt, amely azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy mind a kettő jelentőségében is kiemelkedik. Az egyik volt, és sorban az első, az összevont labdajátékok döntő, ahol pedig nagyon büszkék vagyunk arra, hogy aranyérmet is sikerült itthon tartani. A vasvári röplabdás lányoknak most is szeretnék gratulálni ennek az eredménynek az eléréséhez, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ez a rendezvény komoly logisztikai és komoly egyéb ráfordítást igényelt szakmai szempontból is, de úgy gondolom, hogy valóban sikerült úgy megvalósítani ezt a rendezvényt, hogy nem csak a sportolóknak, hanem a rendezvényre látogatóknak is maradéktanul eleget tudtunk tenni, az igényeket maradéktanul ki tudtuk elégíteni. A másik országos döntő az az amatőr kézilabda országos döntő volt, szintén Nyíregyházán került megrendezésre, erre is azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kivételesen jól sikerült. Ha az eredményeket nézzük, akkor érmekszámát tekintve mire lehetünk büszkék?
rengeteg érmet hoztak haza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a diákok, illetve a különböző csapatok. Összefoglalva 13 aranyéremről beszélünk, ezek természetesen országos döntők, tehát nem az országos elődöntőkről vagy a megyei döntőkről beszélünk, hanem az országos döntőkről csak. 13 országos döntőbeli első helyezésünk van, 8 ezüstérem és 12 bronzérem, amely úgy gondolom, hogy tényleg egy olyan szám, amelyre méltán lehetünk büszkék. Ha a sportágokat nézzük, melyek azok a sportágak, amelyek leginkább eredményesek voltak? A legeredményesebb sportágaink közül mindenképpen kiemelném az úszást, hiszen itt több iskolában is olyan úszásoktatás folyik, amelyre tényleg fel kell, hogy nézzünk, és a körülmények nem mindig olyanok, amelyek ideálisak lennének, és mégis sikerül eredményeket elérni, hogyha kiemelhetném itt például a vásárosnaményi úszókat, akik sokszor nem is gyakorolhatnak 50 méteres medencébe, és mégis az országos döntőbe olyan eredményeket érnek el, most például Debrecenben is 2/4. Helyezést tudtak elhozni, amelyre aztán sokan felkapják a fejüket ezeket az információkat hallva. Egyébként a körülmények egyre inkább javulnak, egyre több lehetőség van a sportolásra, így az úszásra is, úgyhogy bízom benne, hogy a megyei diákok azok még több aranyéremmel fogják majd megörvendeztetni a hazai publikumot. Az atlétikát még kiemelném, itt is azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy olyan sikersportágról beszélünk, amely a megye diák sport életét méltán öregbíti. A diákok mellett ugye a testnevelők munkájára is szükség van. Évekkel ezelőtt volt egy olyan időszak, amikor talán a fiatal testnevelők nem nagyon szívesen áldoztak szabad idejükből a különedzésekre. Most mi a helyzet? Én úgy gondolom, hogy egy pozitív változás az már elindult, és nem csak az utóbbi években, hanem már talán egy jó pár évvel ezelőtt a csírája ennek elkezdett szárba szökkenni. Úgyhogy most pedig ott tartunk, hogy én úgy gondolom, hogy a testnevelők, ők igyekeznek a diáksport életben a lehető legaktívabban részt venni. Nekünk nagyon komoly támaszaink ők, úgyhogy nekik is szeretném megköszönni azt a munkát, amit egész évben végeznek a diákok sportolási lehetőségének a lehető legnagyobb kiaknázásáért. A két említett országos döntővel és a több országos elődöntővel magasodott a mércét az Egyesület. A következő tanévet tekintve mik a célok? Természetesen nem szeretnénk alább adni már, mindenképpen szeretnénk újra országos döntőt megrendezni. Az elképzeléseink azok a következőképpen alakulnak. Amit megcéloznánk országos döntőt, az egy összevont labdajátékok döntő lenne, amelyben már a labdarúgás is helyet kapna, tehát ez azt jelenteni, hogy körülbelül 1000 diáknak kellene biztosítani azon a hétvégén a megfelelő sportolási és versenyzési lehetőséget, de bízom benne, hogy az a szakmai tapasztalat és az a gyakorlati tapasztalat is, amelyet megszereztünk az utóbbi években, az egyrészt feljogosít minket, másrészt pedig biztosítja azt is, hogy valóban magas színvonalon tudjuk majd megrendezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a következő években is a rendezvényeinket. Július közepén kezdi el a felkészülést a Nyíregyházi Tekeklub együttese. A tavalyi keretből senki sem távozott, viszont lesz 3 visszatérője a csapatnak. Nagyon fontos hír, hogy úgy néz ki, hogy 3 új visszatérő lesz majd a csapatba. Itt gondolok a Hetei Alexre, Éliás Gáborra és a Péter Dávidra. Mind-mind volt régi játékosunk volt, akik munkai elfoglaltságok miatt végül is abba hagyták az aktív tekéletet, de már az amatőr bajnokságban elkezdték a szárnyékat bontogatni, és idén azt tűzték ki, hogy szeretnének a felnőtt csapatnál ismét jelentkezni. Úgyhogy létszámban mindenképpen bővülés várható a Teke klubnál, és nagyon bízunk benne, hogy ez a Tibi kiválásának ellenére is mégis minőségi javulást fog majd hozni, ami a csapatfákat illeti. Az fel sem merült, hogy esetleg valaki távozik, nem csábítottak-e valakit? Azt lehet mondani, hogy mi elég messze vagyunk minden más csapattól, úgyhogy nagyon nehéz ideigazolni játékosokat, és nagyon nehéz innen is elcsábítani játékosokat. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan közösség alakult ki Nyíregyházán, annyira baráti kapcsolatok jöttek létre, hogy nem szívesen távozik senki sem. Gondolok itt most például egy Szegő Leventér, aki valószínűleg Budapestre költözik, tehát mindenképpen ő rá többen is szemet vethettek volna, de a Levente mindenképpen kijelentett, hogy ő továbbra is Nyíregyházán kívánja folytatni a pályafutását, amennyiben számít rá a klub, természetesen számítunk rá, úgyhogy ez is jelenti azt, hogy az a nyíregyházi csapat egységes, nagyon erős belsőleg is, és nagyon bízunk benne, hogy ez az erő fog majd minket tovább repíteni a következő szezonunkban is. Hogyan néz ki a felkészülés programja?
Majd a hónap közepén, július 15-én menetrend szerint akkor szoktuk kezdeni a edzéseket, kett csütörtöki napokon. Augusztus első hétvégén idehaza lesz egy barátságos mérkőzésünk, akkor a szlovákiai Velkisáris csapata jön majd hozzánk, egy férfi és egy női mérkőzést fogunk majd megvívni velük. Augusztus utolsó hétvégén viszont majd a mi csapatunk fog elmenni Sárisra, a hagyományos Sáris kupára, és szeptember első hétvégén indul a bajnokság, ahogy számogatjuk, valószínűleg a Szolnok csapatával fogunk mérkőzni, ezt még nem tudjuk, hogy hazai pályán vagy idegenbe, de a sorsolás számait itt számából gondolkodva ez már előre látható számunkra. Kik az újoncok a legmagasabb osztályban, és milyen célt tűzhet ki a nyíregyházi csapat? Visszajutott a NB1-ből egy éves játék után a BKV előre csapata, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, Budapesten könnyű erősödni, és várhatóan erősödni is fog majd a BKV előre, illetve a nyugati csoportból Balogunyom csapata jutott fel, ez Szombathely melletti kis települést jelenti, azt lehet mondani, hogy könnyedén feljutott az NB1 nyugati csoportból, úgyhogy mindenképpen egy nem könnyű csapat várható majd a Szuperligában. Nem lesznek könnyűek a mérkőzéseink, nagyon szeretnénk azt lehet mondani, hogy az a 7.-9. helyre odaérni. Természetesen, hogyha lesz egy-két bravúr győzelmünk, mint az előző szezonban is idegenben összejött 1-2, akkor még akár a 6.-7. helyre is sikerül odaérnünk, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy majd az első 4-5 kör után kristályozódnak ki az erőviszonyok, addig még nehéz bármit is megmondani. A legfontosabb az, hogy mindenképpen bent maradó csapat legyen ismételten a Nyíregyháza. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!